En ze gaat nog meer in mijn slaap. No, Bambi. Bambi. Sziasztok! Ebben a videóban egy... Még nem mondom el, hogy mit fogunk kibontani, de természetesen mellé egy jámást is beszeretnék nektek mutatni. Már nagyon vártam, hogy kibontsam, szóval szerintem vágjunk is bele. Meg tudod gyújtani egy gyertyát? Megpróbálhatom. Ja, de előtte meggyújtom ezt a gyertyát, de remélhetőleg, hogy nem fogom felgyújtani a házat. Hát nem tudom. Ez így nem volt jó. De jó volt. Nem volt. Csak figyelj, a gyufát így jó, ha így tartod, így gyorsabban lágra kap. Viszont, hogy ne égjen olyan gyorsan, és ne égess meg az ujjad, tarts kicsit visszintesen így, jó? Jó, akkor megpróbálom megint. Így. Vagy így. Miután meggyullad. De hátra nyugodtan. Csak így lehet, hogy el fog törni, nem? Majdnem. Ügyi. Most tarts visszintesen, visszintesen, úgy, úgy, úgy. Ilyen gyorsan nem ég. Nem merem. Apa, hagyjuk, én inkább ezt nem... Gyújts meg te, jó? Jó. De úgy ügyes voltál. Kamerázzak? Hát nem. Elképzel, ugye tudod, hogy nehéz zsoglankodni. Oh, thank you. Ne égess meg! Elfújad? Úgy a kamera elé. Mit? Hát a gyufát, ahogy elfújtad. Akkor meggyújtottuk, ahogy én szerencsétlenkedtem, míg annyira nem lobbantva egy kicsit eligazítom. Szóval szerintem most... Vágjunk is bele. Vágjunk is bele. Egy Barbie konyha készletet fogok neked bemutatni. Csak vicceltem. Egy Barbie-t fogok neked bemutatni. Egy igazi a Mattel-től, és a hátulján voltak ilyen kis feladatok, én ezt már meg is csináltam. Itt, és még azt hiszem volt... Vagy hogy feladatok? Hát, hogy az öt különbséget meg kellett találni. Én azt hiszem, ja, meg is találtam, csak most nem fogom neked bemutatni. Szerintem egy kicsikét én így... Jaj, én nekem meg majdnem lángba kapott a hajam. Egy kicsikét így teszem, hogy én is azért tudjam, hogy mi hol van. Itt van a babánk, van rajta egy napszemüveg, szép virágos ruha, táska, ruha, 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 táska, 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 cipő, 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 de itt is van rajta még egy kis cipő. Szerintem vágjunk is vele a mi kis szomondásunk, szóval megpróbálom
kicsikét így ezt azért le is teszem. Vagy inkább hozok egy ollót szerintem. Miért? Jó ez így. Nem hozom, mert ugye a babákról vannak rajta ilyen gumis bízvaszok, és a gumis bízvaszok is ahhoz is kell. Szóval itt is vagyok, csak a... hát teszem azt innen, nem akarom elhúzni a szerítőt. Jobb az olló. És most vágtad le a Barbie haját, nem? És amúgy pont ott van a Barbie. Ó, megpróbáljuk itt viszont. Itt még be kéne valahogy nekünk vágni. Szóval megpróbálom. Szóval... én még soha nem nyitottam ki Barbie-t, bármint már van egy csomó Barbie, csak az apukám szokta nekem kibontani. És... kibontsam? Kibontanád? Szóval most kibontjunk. Kibontjuk videón kívül. Ja, akkor kibontjuk. Kibontjuk. Szóval rájöttünk, hogy itt ezt csak ki kell húzni. Szóval. És szerintem be is mutatom, hogy mit hogyan kéne nekünk levágni. Nem tudom, hogy mennyire ismeritek-e, de ugye így szoktak lenni általában, és igen. Ruhán... akkor ezt előbb én levágom. Hát, ja. Szóval ezt az apukám megcsinálja. Hopp, az a ruha volt. Apu. Óvatosan. Van egy a lábánál is. Szóval, egyébként most bontom ki, csak bocsánat, hogy eddig nem beszéltem, csak nagyon ki akarom bontani. Szerintem addig így a táskájával azt le is vesszük. Így mi a táskája már kész is van, és hova van még odafogatva? Hol is? Van ez a migrén. A nyaka szokott még lenni, nem? Nyakánál nincs. Haja? Ó, már tudom, ezt már csak ki kell húzni, mert hátul elvileg tartja egy... nem, ott meg van valami. Nincs erre. Itt a ruhája, nézd. Ja, vele van, ezt csak ki kell húzni. Á, nem merem. Szóval, amit láthatjátok, innen ki kell csak húzni a ruháját, és feje oda van valahogy agasztva, szóval megnézzük a hátulját, mert általában úgy szokott lenni. Uh-huh. Szóval, ott azt ki is visszantom. Nem, te nem. Oké, okay, azt apukám csinálja inkább. Hát egy kézzel béna vagyok. Megfogod nekem a kamerát? Jézusom, még soha nem kameráztam. Várjál, mert nincsen fókusz. Csinálhatod. Szóval, cseréljünk! Basszus, leesett a cofja. Bocs, jóval jó lesz így is. Apu, de megijesztettél. Szóval, itt még a ruhájánál így össze van ízélve, és ezeket azért nem szeretem, mert egyszer az egyik babámnak leesett a karja így, mert rajta volt egy gumi.
Szóval ezt most óvatosan így le is vágom, mert miért nem tudom. És nézzétek, hogy milyen szép. Természetesen a hajam még ki fog egyenesedni, de nekem nagyon tetszik. Szerintem nagyon jól néz ki, és még a napszemüvege is rajta van, ilyen gumival azt hiszem. Hello! Nekem nagyon tetszik, szóval szerintem most nézzük is meg a többi részletét. A sminke is nagyon szép, a cipője is. Milyen bakancs van rajta? Ez egy magas sarkú van rajta, sárga színű, ami illik természetesen a ruhájához, de természetesen a táskáját sem hagyjuk ki. Ebből ki kell húzni egy ilyen kis kartont, hogy ne nyomódjon össze, és most szerintem rá is adom. Nekem nagyon tetszik, és így már lehet elmenni így a... Bocsánat, erre kell ezeket a táskákat. Így már lehet elmenni, tudjátok, így kivaltod a mutatóra, így a kifutón. Nekem nagyon tetszik, szóval nagyon jó. Főleg így milyen szív. Szerintem most következzen a cipője és a ruhái. Addig a babámat oda teszem. Szóval, igen, a ruhái megint oda vannak bele csüttetve. Amit nem értek, hogy miért, szóval ehhez a szülői. Ha ugyanúgy van, mint az előbb, csak nyugodtan húz ki. Nem merem, csináld meg te. Az egyik, és most jöjjön a másik, az úgy kész is. Itt pedig ilyen kis ilyenekkel van össze. Figyelj oda nagyon. Nem a ruha? Ez nem a ruha. Nézzétek, kész is. Szóval szerintem a végén át is fogjuk őket öltöztetni, de félek, hogy nem az ő mérete, mert olyan kis kicsikének látszik, de meglátjuk. Szóval most következzen. Nem szakítjuk el, remélhetőleg. Szerintem én maradok a jó régi módi módszernél, hogy megfogjuk. És ennek hol is? Itt volt fölül, azt hiszem, vagy... Itt? Pass. Nem tudom. Na, egy itt. Akkor, akkor az lesz itt. Nem, inkább fordítva is. Inkább fordítva, mert úgy sokkal jobb. Szülői igen, csak szülői figyelem. Felügyelet mellett lehet elvágni az ujjatokat. Mert náluk van mindig sebtopoz, kézlap, ez is nagyon szép. Ilyen kis sárga pöttyös, ezt még be fogom mutatni. Csak elsőre ezeket levágjuk. Ez is úgy van. Úgy. Így. És szerintem akkor a... Nézzük is meg. Ja, ugyanúgy van. Ennek egy kicsit más az anyagja, szóval óvatosan csinálom. Nagyon fura, ilyen diszkós állagok. Persze, hát, mint az, ez nem is szállj. Állaga van, hallottátok? Ez is nagyon szép, ilyen diszkó. Csúj. Most következzenek. Ami viszont meg itt van, valamit így ki kéne húzni, vagy le kell vágni. Én most ezt... Nem kell szerintem levágni, ezt át lehet bújtatni, nem lehet dolga. Azért levágom. De ez mi anyag? Ez nem tesz jót az ollónak. Akkor kihúzzuk, vagy megpróbáljuk. Szóval, akkor úgy, és akkor most
kezdett. Apa, segíts! Kint is van. És... Szóval, amint láthatjátok, itt csak így ki kell húzni, de szerintem... Ja, nem úgy, hanem hogy lássuk tőled. Ja, így. Fejtetőn van. Így, szóval itt van egy táska, amit így fogok kipontítani. Most szépen így. Amit nem merek, szóval maradunk a pattintásnál. Persze, csak nyomj ki. És kinyomjuk. Ez is mindjárt kiesik. Bocsánat, hogy ha nem beszélek pár másodpercig, csak nagyon koncentrálok, hogy ne legyen bajuk. Így mi. És jön még egy táska. Jön egy cipő, amit mindjárt elsőre a táskákat beöntetem. Ez egy ilyen kis bulis, akár buliba ez is, és ez is. Ez egy fekete. Ez egy szürke, és ez pedig egy rózsaszín táska. Nekem nagyon tetszik, szóval bontsuk ki hozzá a cipőket. Így nem lehet, szóval bocsánat, ha így csinálom, csak félek, hogy nehogy elütessem. Igen, ilyen szoros. Nehogy, csak nyomni kell, mert nehogy elszakadjon, vagy valami. Na, letört a sarka. Itt van a másik. Ezek könyvek. Bocsánat, csak megpróbálom egy kicsit kipattintani, hogy fa. Jó, nem se semmi baja. Kiszedhetem? Szed, de ne úgy, hanem nyomd ki. Nyomd ki. Ezt meg tudod fogni? Nem muszáj felém. Csak akkor addig nem állítottam le. Véletlen volt. Jó, ez úgyis csúnya ez a cipő. Most már mindegy. Megijesztettél, apu! Szóval lomkatom a kis cipőket is. Ez egy ilyen kis klumpaszerűség, szerintem ez olyan. Ez egy ilyen magasított rózsaszín színű, az fekete. És ez pedig fehér magas sarkú. Nekem nagyon tetszenek, és szerintem most össze is fogom egy szettet állítani. Szerintem egy... Na majd meglátjátok, most felöltöztetem, és utána pedig majd jelzek. Sziasztok! Majd ezt felgyorsítod. Nem akarom ezt kitágítani. Úgy. Hogy ennek nincsen ilyen kicsatolós része. Lehet, hogy nyúlik. Ja. Inkább nem beszélek, hogyha nem gond, jó? Miért? Hát mert koncentrálok. Húzd egy picit lejjebb. Igen, azt akartam mondani, a kezét akkor helyezd a test mellé. Nehéz. Ne.
nehéz nagyon. Nem szeretem az ilyeneket, hogy nincsen rajtuk csat. Mert ugye olyankor az nehéz. Nem akarok hülyeséget mondani, és ezt nem fölülről lefelé kell belehúzni. Tudod, hogy a fejénél? Igen, de még így is rajta van a napszemüveg, amit le kéne szedni. Nem, hát addig az rajta maradhat. Nekem nem mindegy. Akarom eltörni, leszedem. Nem törik el. Próbáld meg nyugodtan. Nem megy. Nem tudom. Megpróbálom így esetleg, de nehéz nagyon. Szóval az apukám segített, mert nem bírtam, szóval tapasztalat, mert szoktam oda menni és szólni, hogy segítség. Na itt várjatok, így mi. És ez egyébként ilyen, szóval, hogy ilyen válmutatós. Szóval nekem nagyon tetszik. Szóval most húzzuk fel rá a magasat. Vagy lejjebb kell húzni, úgy érted? Nem, ez ilyen. Az a váll. Szóval. Így, mi? Nem tudom, hogy mennyire látszik, de így van. És most húzzuk fel rá ezt a magas sarkot. Egy pillanat, addig leteszem. Úgy. Nagyon, de nagyon koncentrálok, hogy ne legyen vele semmi. Baj. De hát meggyűlik vele a bajom, gyerekek. De egyébként fölment rá, csak... egy kicsit furán. De ráment. Szóval szerintem most hozzáadom is a táskát. Egy pillanat, és így néz. Szóval most már el is tud menni partizni természetes. Szemüveget majd valamikor biztos, hogy le fogom róla venni. Szóval, hogyha már így fel is öltözött, szerintem én is bemutatok nektek egy jelmást, ami nekem is nagyon tetszik, illetve nekem ez a ruhája is nagyon tetszik, szóval egy tapsolásra fönt is lesz rajtam. Szóval, amint láthatjátok, azért állok háttal, ugyanis ez egy tündérjelmez. Most nem jut eszembe, de van egy konkrét neve, csak most Csingiling? A Csingilingnek ez a jelmeze. Milyen ügyes vagyok. És a szárnyát be szeretném nektek mutatni. Nekem egyébként nagyon tetszik, ilyen tépőzárás így. Nekem egyébként nagyon tetszik, szóval itt van ott középen egy virágcsom, bocsánat, nem tudok. Megfordulsz nyugodtan. Úgymond érni akarom, és ezért is bocsánat, csak most volt vérvételem. Egyébként ez ilyen jelme, szóval itt ilyen, nem tudom, hogy mennyire látszik. Nekem nagyon tetszik, itt is van rajta egy virág. Nekem egyébként nagyon tetszik, szóval így lehet vele menni farsangra is. Bár mondjuk szerintem már jövőre úgy lesz a farsang, hogy úgy lesz már, hogy a tanárok mondják meg, hogy mi lesz, hogy az osztályfőnök, és most lejött a szány, szóval... Nem baj, bemutathatod. Már tépőzáras, de így is be fogom nektek mutatni a szányat. Szóval, itt vannak rajta ilyen kis... Most nézem, ez csillog. Csillog, és így nagyon szép, nekem nagyon tetszik, és
Nagyon szép. Itt pedig van rajta egy gyönyörű szép virág, és még be szeretném mutatni, hogy ez ilyen kis tépőzár, ezt már biztos, hogy a vívus sokat használta. Szóval mondtam anyukámnak, hogy mivel ez gumis, nem lehet tudná így egy öltéssel így összeölteni, hogy ne kapcsolódjon ki. De mivel annyira vastag tünk nincsen, ezért nem biztos, szóval nem is baj. Nem baj egyébként. És itt is ilyen, nem tudom, hogy ezek mik, ilyen kis gyöngy. Flitter. Flitterrel. Nem tudom, az. Glitter. Akkor biztos. Glitter flitterrel itt van bevonva. Nekem nagyon tetszik, és itt pedig egy olyan, mint hogyha egy rózsácska lenne. Nekem nagyon tetszik, és ebben a ruha nagyon tetszik, mivel amikor meglátom, tényleg nagyon, nagyon, de nagyon tetszett. Szóval ennyi lett volna mára ez a videó. Hogyha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjatok be egy csengőt, hogy ne maradjatok le egyik videómról se. És akkor nyomjatok el, hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot, hogyha pedig nem, akkor diszlájkoljátok, de remélem, hogy tetszett. Szóval ennyi lett volna mára. Sziasztok, hogy legyetek ti is pillangók. Pillangó tagok.